két ember beszélgetése is egy háromszög, egy-egy sarka, hogy úgy mondjam, és éreztetni kell a nézővel, hogy vagy mi mentünk el őhozzá, vagy őt hívtuk meg magunk közé. De tudja, hogy neki beszélünk, ő is jelen van. Mondjuk például egy kényes kérdést, amit az ember nem biztos, hogy jó, ha én most ezt megkérdezem, de hát mégis. Akkor az volt az egyszerű trükk, hogy azt mondtam, hogy hát nem tudom, hogy jól teszem-e, de hát a nézők elvárnák tőlem, hogy megkérdezzem, ne haragudjon. És akkor jött valami, ami már kapott a néző számára egy hangsúlyt, talán el is hitte, hogy tényleg ezt én elvártam volna utólag.